Milyen íze van a sikernek? Miért jöttetek Tapolcából Győrbe? Csak azért, hogy azt a szuper autót, a kitvet látom. Ez az én emberem! Ó, nagyon menő! Úristen, hallod, ez most kellene menő. Gyermekként még vannak álmaink. Mi lesz belőlünk, ha nagyok leszünk? Mit fogunk elérni, ha felnövünk? A mai epizódban az én néhány álmom beteljesül. Úgy kezdődött, hogy írt rólunk egy országos újság, a Blick, ez már önmagában is nagy szám, de ami utána jött. Január 22? Azt január 22 van, és nem azért különleges ez a nap, mert szombat van. Azért, mert két héten belül már másodszor kell újságoshoz mennem. 10 éve nem vettem újságot. Köszönöm, hello! Igazából nem is tudom. Hasonlít? Mi van? Én, mint a hét embere. A cikk óta eltelt egy hét, és akkora sikere volt, hogy az újság szervezett mára egy ilyen közönségtalálkozót, ahova engem is meghívtak. De hülye vagyok, hát miattam szervezték. Azért egy 3-4-en csak lesznek. Hova menjünk? Légy szíves, mondd meg, hogy honnan jöttetek? Tapolca, Veszprém megye. Miért jöttetek Tapolcából Győrbe? Csak azért, hogy azt a szuper autót, a kitet láttam. Ez az én emberem! Ez az én emberem! Igen. Kit a legjobb. Kit a legjobb, nagyon szépen igen, köszönöm. Én köszönöm, hogy itt lettem, egy élmény volt. Ettől meddig sugározta az NBC csatorna, eredetiben 82 és 86. Akkor legyen a Zsolté a népharag. Népharag? Szép. Ez tetszik. A Knight Rider Quiz nyertese Mr. 41. Ez annyira jó volt, komolyan. 3,5 óráig tartott. Annyi pozitív energiát kaptam. Mindenki, aki itt volt, annyira kedves volt. Annyira rajongó volt, és... Tök jó. A David Hasselhoffnak mindig az volt a lényege, hogy csodaszép nőkkel autózik, úgyhogy én ezt az egész autót azért építettem, hogy ilyen csodálatos hölgyekkel utazhassak egy autóban. Szia Zsófi! Szia, jó reggelt! És a mai videónk utolsó állomása a Budapest. Azon belül is az RTL Klub reggeli című műsorának stúdiója. Azta! Most én is ezt mondom. Ez nagyon menő. Az? Ide aha. Fogok konfolni? Igen. Vagy oda? Ez az enyém. Hát ez jó kérdés. Ez a tiéd? Ó, nagyon menő. Azt... Úristen, hallod, ez most tényleg menő. Jó reggelt kívánok! Szerintem nincs olyan néző, aki ne ismerné fel, hogy én milyen autóban ülök most. Hát sajnos, vagy nem sajnos, nem David Hasselhoff ül mellettem. Köszönöm szépen! Ej, Zsófi! Még a fiatalt megérteném, de már a 70 éves az ember. Lerajzoltam. Knight Rider rágógumikat gyűjtöttem, hogy matricáim legyenek. És aztán eltelt egy 20 év, és barangoltam a neten, és láttam egy videót, hogy Amerikában ezt csinálják, hogy erre van alkatrész, ezt meg lehet oldani, tehát ez létezik ilyen? Ez egy létező dolog? Igen. Elképesztő. Figyelj Zsolt, le a kalappal, nekem ez egy hatalmas élmény volt, bár én nem vagyok fan, de maga a film, maga ez az életérzés abszolút átjön. Get out of your comfort zone, it's a blessing in disguise. Az élő műsornak vége. Még annyi van hátra, hogy kicsit megölegetem a csajokat, csinálunk egy-két közös fotó. Jaj, mert te nem ugyanezt csinálnád, ha a helyemben lennél? Na, házi feladat. Amíg én élvezem az életet, tessék kell lájkolni ezt a videót, és aki nincs, az fel is iratkozz. Jövök! Most kendőzetlenül elmondom az igazságot ezekről a híres emberekről, akikkel itt találkoztam. Hát Anikó és Zsófi nem csak csinosak és szépek, hanem végtelenül kedvesek is voltak! De
most komolyan, így visszagondolva, olyan 10 éves koromban, amikor megpróbáltam kitet lerajzolni, akkor a vágyaimban talán láttam magamat egy ilyen autóban ülve valami kiállításon vagy ilyesmin, de a legvadabb álmaimban sem hittem volna, hogy abban a tévében egyszer én leszek benne, a saját kitemmel. Kell-e ennél több bizonyíték, hogy a munka és a kitartás egyszer meghozza az eredményét? És nem a celebkedés ám, hogy tévé, meg újság, egyáltalán nem ez a fontos. Nem tudom elmondani, hogy milyen jó érzés látni az embereket, akiknek az én autóm, az én eredményem örömet, mosolycsal az arcára, nosztalgiát éreznek, baromira feltölt energiával. Ilyenkor szembesülök azzal, hogy a YouTube meg TikTok számok mögött valódi felnőttek, gyerekek vannak, akik néznek, szeretik, amit csináltam, csinálok. Na ez a valódi siker. Április 10-én jövök újra, és a következő videóban kapok egy nagyon furcsa levelet. Érkeznek új kitalkatrészek, aztán a benzingondok miatt kitaláljuk, hogy vajon kicseréljük-e kit motorját elektromosra, vagy az egész kit menjen a francba, és inkább vegyek egy Teslát?